elvételek szerint ezt láttuk, azok eltűntek. És akkor megkérdeztük, hogy miért, hogy lehetséges, hogy azt megtűrték a kommunisták, és nem tüntették el, nem törték össze, nem dobták onnan le. És akkor egy nagyon egyszerű válasz jött. Azért, mert az anyáról, tehát az anyáról szól. És senki nem mert kezet emelni az anyáról. És így megvan ott. Mert az emberben benne van ez az anya iránti tisztelet, szeretet, ragaszkodás. Hát én azt kívánom mindenkinek, hogy ez a ma esti előadás is valahogy megerősítse bennünk ezt az anya iránti, ég édesanyja iránti szeretetet, ragaszkodást. És amikor ezt tesszük, akkor és hozzá imádkozunk, akkor ajánljuk az ő oltalmába, gondviselésébe saját magunkat, családjainkat és az egész egyházmegyét, az egész világot. Ő legyen az, aki közben jár értünk. Köszönöm szépen még egyszer a főapátornak, ugye a segédnek is, ugye aki hozzájárult ahhoz, hogy minden szépen problémamentesen történjen, és most visszatom a szót az igazgatónak, hogy esetleg még valamit közölni szeretne, vagy tovább moderálja ezt a találkozót. Szívből szeretném megköszönni az előadást, és egy olyan szó jutott eszembe, hogy interdisziplinaritás, ki tudtam mondani egyből, az azt jelenti, hogy különböző tudományágaknak az egymáshoz fűződő viszonya, kapcsolata, kölcsönhatása. Ugye most itt tanulni lehetünk, hogy hogyan lehet a teológiát, a lelkiséget, a művészettörténettel, a filozófiával, a tudománytörténettel összekapcsolni, és hogy a kettő mennyire kiegészíti egymást, hogy a tudományokban mennyire felfedezhetjük Istennek a jelenlétét, történetesen mondjuk most az Isten szülőnek a jelenlétét, milyen sok formában lehet ábrázolni, biztosan az irodalomban, a képzőművészetben is felfedezhetünk volna a helyes Mária tiszteletnek a különböző formáit a mai esnét, pedig ugye főleg a festészetben szemlélhettük a mariológiát a Mária Tant katolikus egyházban. Nagyon szépen köszönöm az előadást, és az előttünk álló eseményre hívnám fel a figyelmet, ennek a konferenciának a következő előadása. Június 5-én lesz, amikor dr. Kovács Gergely atyának az előadásában fogjuk hallani a Vatikánnak, Szent Széknek a működését a legkisebb, leghatalmasabb állam címmel. Ugye, amikor ez a konferencia szerveződött, akkor még novemberben voltunk, és közben történt ez az esemény, ugye, amikor 16. Benedek pápa visszavonult, és most ugye megvan az új pápánk, Ferenc pápa személyében. Kovács Gergely atya, mondhatnám, hát szinte szó szerint a Szent Atyában egy utcában dolgozik, Rómából fog majd érkezni, és biztos vagyok benne, hogy sok olyan érdekes dolgot fog majd mondani nekünk, ami a híradókba talán nem kerül be, ami számunkra, katolikusok számára fontos lehet, olyan háttérismereteket is talán el fog mondani, ami megdobogtatja a szívünket. Nagyon tudom ajánlani az előadást, tehát június 5-én lesz a konferenciának a következő előadása, az azt követő pedig szeptemberben akkor fog befejeződni. Ebben pedig egyházmegyénkben a következő nagy esemény a közeljövőben még a nyár előtt, az egyházmegyei ifjúsági találkozó, ami mondjuk egy tényleg nagy egyházmegyénk egyik legnagyobb
eseményeként tartom számon. Csak biztatni szeretném a jelenlévőket, hogy a családban unokákat, gyermekeket, testvéreket biztassanak, hogy erre plébániákon keresztül minél többen jelentkezzenek. Másik liturgikus nagy ünnepünk az Úrnapja, ugye, amit majd a plébániákon fognak hirdetni, majd kérem kövessék az egyes plébániákon, hogy ezt milyen formában fogunk majd megünnepelni, körbenepelni itt a Székesegyház környékén. Egy másik nagy esemény pedig a Szent László zarándoklat a várhoz, ami május 26-án lesz majd, azt is kérünk szépen majd a plébániákon, a szentiség után a hirdetésekben követni, tehát május 26-án a város zarándoklata a várba Szent László sírjához. Hát ezek lennének most azok a programjaink, amelyeket szeretnénk kedves híveink és minden érdeklődőnek a figyelmét felhívni. Vannak közötte újdonságok, vannak régiek, amelyeket még inkább szeretnénk elmélyíteni, és ezáltal a hit évében, hitünkben megerősödni, hitnek a szépségét és a gazdagságát megélni és megosztani egymással. Még egyszer köszönöm a megtisztelő figyelmüket, türelmüket, és várjuk Önöket szeretettel a következő előadásra is, és a következő egyházmegyei vagy helyi programjaikra. Kedves atyákat majd az irodában várjuk egy, amit át kell adnunk nekik, hogy itt legyenek türelemmel. Köszönjük szépen, és további áldott estét!